mindenkinek, én amikor érkeztek ide, az emberek azt mondta mindenkinek, hogy jó estét, de mondták, hogy jó napot, tehát így most már tudjuk, hogy füleken ilyenkor még jó napot. Nekünk is jó napot van, itt lehetünk. Nem tudom, hogy hallhatóak vagyunk, hát is. Elnézést kérünk amiatt, hogy az előbb besúpoltam, nem ez volt a terv, de hát lehet, hogy még aztán a technika, hogy WhatsApp-ra velünk, de megpróbálunk majd úgy szólni, hogy ne csak nincs hangot. Nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk, mert az első koncertek egyike, amikor a Kicsi Hang elindult, ha nem is világhódító, de mindenképpen verseket hordozó útjára. Pont ebben a teremben, itt a Füleki Magyar Házban volt egy olyan koncert, még ilyen 2003 környékén, amikor ugyancsak Szórák Zsuzsi meghívására ide eljuthattunk. És én emlékszem, hogy akkor még úgy mentünk haza, olyan nagy ködben, hogy ez máig itt van a fejemben, hogy az a Füleki koncert jó hangulatban, kevesebb hangtechnikával, de ugyanígy kicsi hangon szólalt meg. És most, hogy 20 plusz 1 éves lett a Kicsi Hang, tehát tavaly lettünk 20 évesek, az idén tudtuk ezt megünnepelni a Covid helyzetre való tekintettel. Úgy gondoltuk, hogy azokat a helyszíneket fölkeressük, amelyek a szívünkben vannak. És hát volt tartozásunk is Fülek városa irányába, úgyhogy most ezt már tudjuk. Úgy hozta az idő, a sors és a felsőmerő, a Jóisten úgy rendelte, hogy ma így zenélhetünk a legkisebbeknek is, akik meghalljuk a hangját, igazából ettől vagyunk a legkisebb hangokkal is itt erősítve, és hogyha valakinek fogy a türelme, nyugodtan álljon fel, mocorogjon egy kicsit, mi nem tehetjük ezt, mi énekelni. De amit a szívünkbe rejtünk, azt most hoztuk magunk adások formájában, fogadják szeretettel a Kicsi Hang versenyzetben együttes műsorát. Picit hangolom és kezdünk. És úgy 20-21 évvel ezelőtt ez a költemény is elhangzott itt József Attila tollából, a mi hangunkra feszítve, egyszerű ez a vers címe. Nem
ment a nap nyugaton, feljött a nap keletre, egyszerű ez Télosz, aki eleven. Rongyos mindegyik zsebünk, rossz a magyar zsebelé, egyszerű ez, elveszett az ezer év. Ha elveszett, elveszett, hát elveszett, nem keressük, már elő nem érünk rá. Vonaton jár az idő, és gépről csinál madarat, egyszerű ez a gyalogos elmarad. Szolgabírán az agyunk, és nem parancsol más nekünk, egyszerű ez, mi már motorral megyünk. Ha elveszed, elveszed, hát elveszed, nem keressük, már előbb nem érünk rá. Nem vagyunk mi bölcs urak, és nem is vagyunk szamarak, új ezer év, új magyaroknak marad. Hegyke kis legényeves, és nem fél, így hát nem pivasz, egyszerű ez, csak a bátor az igaz. Ha elveszett, ha elveszett, ha elveszett, nem keressük, nem keressük már előtt, nem érünk rá. Amit 20 év után sem tudok úgy elénekelni, hogy nem csúltam a szöveget. De ez így jó, mert azt hiszem, hogy a verséneklésnek van egy ilyen íratlan szabály, hogy próbáljuk a szöveget úgy átadni, hogy ezt megírták, és ne is nyúljunk bele. Hát mi azért többször elkövettünk a szöveggel ezt-azt, amit rontottuk. És legutóbb, amikor igen, néha kölcsönöztük, néha másképp vettük össze, de tehát éltünk egy kicsit a szabadság jogunkkal. Viszont ami most következik, az egy olyan vers, amelyben azt gondolom, hogy József Attila korai halálával mégis egy egész teljes költészeti remek mű maradt utána, amit kicsit nagyok hallgatnak. Talán nem is gondolom bele, hogy mi mindent hagyott nekünk így ennyi idő távlatában is. Ez az Isten áldotta, és hát sok minden gonddal terhelt költő. Mióta elmentél ez a vers színe, picit hangolunk, és ezzel folytatjuk.
soványan tudok, nézem, hogy víz, világkorú virágom tesziség. Kék szirmaimban elárvad az ég, a nagy szürkület lassan transgenerációs modellben építi tovább, és adja tovább a modellet. Látható, hogy a picik, ameddig bírják, addig vannak velünk. Ez az anyukáknak az itt tartózkodását is limitálja, hogy eddig, és nem tovább, de akár tovább is. Viszont, hogy a kicsi hang kevés hangszervel szólalt meg, a kezdetén két énekhangra, gitára és furujára írtuk. Ez nem zárta ki annak lehetőségét, hogy további zenésztársakat kapcsoljunk be a történetbe. Nagyon örömünkkel szolgál, hogy legutóbb Dunaszerdahelyen tényleg 7 zenésztársunkkal muzsikálhattunk, amit úgy néz ki, hogy megismétlünk majd hamarosan Göbölország fővárosában, október 17-én a Művházban. Legszebb város, Batyi, tudjuk be azért a füleken, mert nincs ilyen füleken. Úgyhogy akinek kedve van, majd akkor is jön el az Apák és a Kicsi Hang közös koncertjére. Ez egy vasárnapi nap lesz, már most reklámozunk 5 órakor. De hogy most is nagyszerű és tanulzenés segíti a munkánkat, köszöntje a nagy taps Boczerin Miklós barátunkat, aki zongorán kíséri a kicsi hangot. Életében már közelgő halált jelezte, azt a betegséget, amelyet egész haláláig hordozott magával. Benne van az elmúlás, de benne van abban is. És az elmúlás az életük része. Párizsban járt az ősz. Szent Mihály útján soha ne szállj.
két verset, a Tószolnál és a Tedd a kezed. József Attila költeményt raktuk egymás mellé. Így az elején még próbáljuk a türelmüket, hogy nem bírjuk, aztán majd kicsit gyorsabb tempóra is kapcsolunk. De amíg tart a türelem, az a élni kell. Tószolnál és Tedd a kezed. Ez a két vers. Köszönöm, feküdtem magam.
szigeten, mint én. Mondták, hogy eléggé hangosak ezek. Hátul is eléggé hangosak vagyunk? Igen. Már csak azért, hogy ne csak ők szenvedjenek ezeket. Jó legyen úgy az egész történet. Kicsit szordínósabbra vesszük, mert kicsi hangra legyen tényleg kicsi. A fölfordulott kő egy egyszerű fizikai törvényszerűségre hívja fel a figyelmet, és én azt gondolom, hogy mindenki a szülőföldjén, és azt gondolom, hogy hatványozottan érvényes ez ide, erre a tájékra is, úgy hullunk vissza. Lehet, hogy csábít más vidék, más sikeresebb közeg, de itthon csak itt vagyunk. A fölfordulott kő, Tady Endre verse következik. Fölhorgadnak, megint.
jön hiába minden hazándék. Százszor fölém a szél visszaszállít, százszor is, százszor is, százszor rúgva magyar. És na, eddig férfi versek sorakoztak egymás után szépen. Most következik egy női szerző. Falcsik Mari keresetlen című verse. Ami azért is kihívás, mert szövegileg majd segítünk Katicának, fogja eltudni mindig. Van egy-két olyan vers, amivel mindig úgy vagyunk, hogy ó, ezt nem tudjuk elénekelni, aztán mindig is meg majd. Azért is érdekes a történet, mert általában szoktuk meg, hogy amikor is szerelmes versről van szó, akkor a szerző az általában férfi, aki egy nőnek írja ezt a verset. Hát a mai világban ez már sok minden megváltozott. Mindenesetre én azt gondolom, hogy a hölgyeknek ugyanúgy van jók szerelmet vallani. Egy férfinek természetesen. Keresetlen ez a vers címe. Füleken nem hiszem, hogy ősmos. Láttak erre felé mostanság
itt a vártérében, vagy bárhol máshol, Lajhár. Nem a pedagógusokat kérdezem reggel. Nem is a gyakorló anyukákat, aminek kell kelteni a gyerkőcöt, vagy magunkat. Minden esetre Tóth Kriszta versében, amely a Lajháról szól, azt a tanácsot ossza meg velünk. Sőt, ezt így kell mondani, hogy osztja meg velünk, ha már magyarszakosan kell mondani. Ez a kicsi állat, hát nem is olyan kicsi, csak a világban talán lelassulva élő állat, hogy nem kell sírni sehová, néha érdemes egy-egy reggel tovább hagyni magunkat, pihenni, teázni, kávézni. Csak odafigyelni arra, hogy hogy múlik lassan az idő. Lajhár, lassan élni, hogy mind gyorsan. Ez meg van. Emeségről és családjukról, akiknek tényleg nagyon sokat köszönhetünk, hogy a kicsi hang történetében sokat járhattunk Görögország, Kacskaringós útjain, ahol nem csak így kanyarog az út, hanem így is. Meg így is. Azért érdekes, mert mi a vidékre jövünk mindennapos. Az élet címben is. Tehát következik egy olyan költemény, ami kimondottan a jelenlévő pedagógusokat biztatja,
hogy érdemes kitartani. Az is a címe, hogy Búcs tanító panaszai. De remélem, hogy itt csak csupa vidám tanár van. Főleg, hogyha kismamaként vannak jelen, és nem kell tanítani. Egy egyszerű történetre fűztük fel a dallamot. Valahogy így kezdődik, hogy... Úgyhogy ha van kedvük, akkor két nagyon egyszerű dallamot, szöveget építettünk e Vörös Sándori versbe. Az egyik így hangzik, hogy süss fel nap, fényes nap. Na már most elvesztettük a közönséget. Fog ez menni. A másik pedig egy aprócska mondóka, amely így hangzik, hogy apacukka, fundadukka, fundakávé, kamandukka, apacuk, bolondatlan és erős jóval. Fog ez menni. Hát akkor süssön fel a nap a létre, és kérjük a segítséget, hogy a kicsi hangból itt főleg egy zengő kórussá alakuljuk át. Hosszú ki a lapra, rakjuk közül csapdán, csapdogjon a csillagos ostor. Este a lépben a lépben.
És hát, hogyha az ember elindul, és még nem is a világ végére megy, hanem csak Fülekre, ami ugye nekünk nyugatiaknak az a Kelet. Az ember menjen el Permelyikbe, az Keleten van tényleg. Úgyhogy 11-kor indultunk, ide is értünk, és egész végig azon gondolkodtam, hogy köszönni is fogunk, úgy, ahogy illik. És egy olyan kicsit régi vágású köszönéssel, amiben benne van minden, amit azt gondolom, hogy magyar embernek, de nem csak magyar embernek, ami ember az embernek kínálhat, adja az Isten mindent. Jót, néha harcot, néha kudarcot, örömöt, néha bánatot, hogy az örömet még jobban értékeljük. Nagy László verse következik. Én nagyon örülök, hogy önöknek játszottok. Évig zenélünk, vagy 21, hanem csak úgy neki próbálkoztunk néhány költeni megzenésítésével. Így aztán tényleg nagyon nagy kedelmi ajándékként fogjuk fel azt, hogy jó verseket találhattunk, néha a dallam is passzolt, és hogy megszerették ezeket a költeményeket. És hogy a születésnapomra, az nem annyira nekünk szól, de mégis egy kicsit nekünk, képzeletben József Attila mellé telepedve, utolsó születésnapját ezzel a verssel, elvilági születésnapját ünnepelve, mondhatjuk neki, Isten értesen Atti, és Isten értesen mindenkit, aki a verset, legyen szó bármilyen költeményről szereti. Születésnapokra ez a vers című most következik. Elszállt. Még a
még kétszer sorsod. Hazám, hazám, lehettem volna oktató, s ne időtőt okoptató. Szegény legény, de nem lettem, mert Szegeden eltanácsolt az egyetlen fura ura. Itt rend a gyorsan gyerselét, ha nincsen a hát esemét. S ahogy ki volt szabjával, voltam ellenem. Ide idézi szellemem, Helécs nevén. Ő még szóból értek én, nem ezt tanára féltek én. Úgy költöm, nem nyeltam, tanul. Én egész népemet fogom, de középiskolás fogom. Tani, tani. Két éves láttam én, meglepetése küldtöm én, csöcsöbecsö. Ajándék mellé a mellepem, a kávéházi szemletem, magam-magam, csöcsöbecsö. Ajándék mellé a mellepem, a kávéházi szemletem, magam-magam, happy birthday a tő. Amikor ezt így énekeltük, és ugye ezzel az egyetemen közösen is végeztünk, itt van Fülekváros polgármester, így ránéztem, hogy hát lehettünk volna oktatók, azt a nevédet. De a töltőtolk oktatók, ez is kell ugyanúgy. A szegény legények azok megmaradnak is. Na most, ha megfogadják a tanácsomat, akkor tiszta szívvel éneklik velünk. Ugyanezek költeményt, ami miatt ugye nem lett Attilából tanár föltekén, féltekén. De hogy Horger Antal úr igazából csak az egyetem hangja volt, és hogy ő egy kiváló magyar nyelvész volt, ezt is el kell mondani, mert őt mindig csak úgy emlegetjük itt, mint a gonosz, aki József Attilát eltanácsolta. Komoly nyelvjárás, tudományi szaktekintély volt, és ő volt az, aki Attilával igazából közölte azt, hogy a verse miatt, amely a tiszta szívvel költemény volt, nem lehet tanár. A kor normái szerint. Mégis mindannyiunkat tanít, nem középiskolásokon, mint ahogy ez most is látszik. Tiszta szívvel, ez a vers címe. Elfognak és feltöntnek, áldozatok.
akkor érzi az ember, hogy 20 esztendőm hatalom. 21. Az meg már. Mikor az utcán átment a kedves, galambok ültek a helyekhez. Olyan pillanat volt ez, amikor is mindenki visszatartotta a réglegzetét, és a kedves karcsú bokával ment, mert csak nézte, és egy kisfiúcska utána bámolt. Valami ilyesmi következik. Mikor az utcán átment a kedves, galambok ültek a verebekhez, megoldtam hét a járdára lépett, küldös bokája dereng a fényre. Mikor a vállal a picikét rándult, egy kisfiú utána vámult. Lebegve lépett, már gyúlt a villany. Kedvükre nézte, hogy csodálták kívül. Rá nem ettek, senki sem állta, hogy ő a szívem gyökere állva. Amit ringattok, vigyázz fel, de ó, hogy akkor tud elveszik tőlem, de megyes kedvű szívemre átszáll. És letörte ott az iri virágszál. Következik egy olyan költemény, ami 2008-ban íródott, akkor az első szülött lányunkat vártuk, és Rudyard Kipling a Dzsungel könyve című művéből, egy Vörös Ámban fordítása a Fókaltató dal zenésedet meg. Közben is lehet aludni nyugodtan, amíg felfokoztuk, most meg kicsit leültetjük, mindezt a hangulattal műveljük.
és hoztunk egy olyan költeményt, amely igazából a férfi léleknek szól, kicsikét ebbe az irányba is mozdulunk. François Villon a középkor nagy vagány, vágáns költője, Mészöly Dezső magyar hangján, Bob Merli dallamára azt a kérdést feszegeti, hogy egyszerűbb lenne az életünk, ha nem lennének a hölgyek, a nők, a csajok. Hallom a női reakciókat. Nem lennék sehol. De tényleg. Más kérdés, hogy így vagyunk, de valahol, de azt gondolom, hogy van. Hát, azt a tanácsot mondja Villon, hogy boldog, ki nem próbálta még. A dallam ismerős lesz kölcsönlettük, a refrén is. Úgyhogy aki esetlegesen felismerné ebben az ófrancia nyelven írt költeményben az angol reggae ritmusát és a szövegét, az nyugodtan énekelje velük. Kettős ballada, a buron szerelemről. Thank you.
Köszönöm szépen! És hogyha már így megjött a tapsos kedvünk is, na, ebben nem volt meleg. Különben, amikor ott voltam, hogy Szent Dávid, és így szemben néztem a Szorák Dáviddal, mondom, ruha, basszus, erre legyünk jónak énekelünk. De ez ne tátorítson el semmit, hogy csak csináld a dolgot. Szóval... Félj a férjem is, Dávid. Igen. Szóval most egy olyan nóta következik, amiben szükségünk lesz az egyik tenyerünkre, jobb kéz. Próbáljuk elővenni, jobb kéz, segítsünk a bal kezesen. Bal kéz, és próbáljuk egyet tapsolni. Most tapsolunk kettőt. Oké, itt most gyakorlat, rendben, helyben vagyunk. Ugyanis egy lagziba hívunk mindenkit, egy mesebeli lakodomba, ahol a Péka király férhez adja egyetlen és legszebbik lábot. Hát ez az egyetlen, ez a legszebbik is választás, nincs? Tudira megyünk. És a vízibóknak szólnak, hogy ő legyen a násztali és hívogasson mindenkit a lagziba, aki persze még csak cipőt sem húz. Zenk Zoltán versében úgy nekifut a tónak, és már szabad is. Egész életében szorgalmasan dolgozó munkamániás, munkaalkoholistát, a hangját, aki úgy döntött, hogy most kicsit ellazulhat ő is, és függőségét a munkáról másra cserélte. Ugyanis a tücsök fizetett neki néhány sört, és úgy gondolta, hogy most egy picit is elengedheti, a lovak közé csaphat, és az lett a vége, hogy a tücsök fizette a söröket, a hangya döntötte magába a köröket, és Bettes István göbeli költőjelmű verset írt a Hangya kalandja címmel. Figyelem, felhívjuk a hallgatóság figyelmét, hogy a tudatmódosítószerek fogyasztása ártalmas mindenre. Úgyhogy tanuljanak a hangya példájából, a Hangya kalandja verse következik. A hangya bolondja volt a sörnek, a bolygó gyakran Do
Köszönöm szépen, és hát a végére egy igazi nyári költemény következik, amikor is, és úgy gondolom, hogy a nyár most eléggé kedves volt hozzá, tudtunk fürödni is. Hát a tavalyi nyár picit másabb volt, az egész év másabb volt, de ebben a költeményben egy kiskácsa készül fürdőzni, és nem csak, hogy ő fürdőzik, hanem ott van még más valaki is. Radnóti Miklós verset írt ebből a helyzetből, egy szép lány készül neki az öltözködésnek, úgyhogy a kisebb fiúkot kérjük, hogy most ne nézzenek oda. Mert hogy a fürdőzni, a lányok fürdőzni, hát nem túl sok ruhában fognak ebben a versben. Na most én jöttem zavarba, nem a gyerek. Ha nincsenek itt gyerekek. Elöltöztük őket. Hát ez a vers, ez úgy került a figyelem középpontjára, mind a mellett, hogy nagyon szeretjük Radnóti Miklós költészetét, hogy egyszer a Desszert című műsort, amelyet Kepes András vezetett, maga Kepes András mondta ezt a költeményt, hogy ez a kedvenc verse, egy kis kácsa fürdik. Fogadják szeretettel. Szeretlek, szeretlek.
Ez volna meg, olyan volt, lehűlőre kell.
Így még te kül, de föntről nekül sem látható.
Nincs műszer, melyel mindez jól megmutatható. Az bűnösök vagyunk mi, akár többi mi. Tudjuk, miben védkeztünk, mikor, hol és miki. De élnek dolgozók, itt költők és bűntelen. És egy szobó, akikben megnő az értelem. Világít bennünk, őrzik sötét pincébe bújva. Vigyelte mi hazágra újra a béke újja, s folytott szavunkra majd a friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyodat borítsák virrasztó éjfelek. Annyira sarokba vagyunk szorítva, hogy nem tudok innenki jönni. De nem is akarunk kimenni, maradunk itt önökkel, és hogy a kedvükben nyugodtan maradjanak önök is, érezzék otthon magukat. Hoztunk magunkkal még hanghordozót, és ha kedvük van, akkor lehet vásárolni CD-t is. De ezt önökre bízom, hogy hogyan miképpen, Kati, és akarok még valamit mondani. Vagy nincs belőle, csak ugye gyorsan kapkodjátok el. És fussanak vele, ne is fizessenek. Szép estét mindenkinek. Köszönöm.